Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és folytatjuk ma tovább a déli knockout sorozatunkat. Ugye ezen a héten megy a Path to Glory event a FIFA 18-ban, vagyis egész héten Path to Glory SBC-k vannak. Illetve most a két déli knockouton is lehet nyerni egy-egy ilyen Path to Glory-s játékost. Ugye ma még Lukakut lehet nyerni, holnap pedig már ugye Vellát. Annyiba lesz most más ez a déli knockout tornament, hogy Alex történt majd baleset az iskolába, úgyhogy eltört az ujja. Így kell játszania, vagyis így akar játszani. Azt mondta, egyszer megpróbálja, és hogyha nyer, akkor oké, ha nem, akkor utána majd én fogom megpróbálni éjjel megnyerni a déli knockoutot. Nyugodtan mutasd meg, hogy milyen fasza. Úgyhogy bal kéz mutató ujjnak annyi. Gyűrűs ujjal vált embert, nagyon gáz, elég nehéz így játszani, nagyon zavarja. Úgyhogy nézzük meg a meccseket, amiken túl vagyunk, nem? Azt tudom, hol kell megnézni azt, amit. Egy 6-0, 6-1, meg egy 5-2, ez volt a legnehezebb az elődöntő, ugye? Úgyhogy most jön a döntő. A csapat a szokásos. A mesternek adunk egy kontraktot. Mert hogy... elfogyott. Hopp, visszaléptem. Meg kell nézni, kell a fitness, mi? Ja, csak mennyit? 99-94. Jó, ez így, egy van. Akkor rögtön nézünk is egy ellenfelet. Na hát nagyon kíváncsiak, milyen csapat lesz az ellenfélnek. Ó, bazd meg, ki kellett volna lépni inkább. Aha, két megcsinált, két Prime Icon, Goretzka 85-ös új CDM-be betette Kantét, Pogba, Musza, bazd megcsinált 85-ös Van Dijk-ot, 85-es OTV Ederson. Ó, bazd meg, ezt beválasztottuk. Neked volt igazad, hogy egyszer ki kellett volna lépni, és megvárni a következő ellenfelet. Hogy ne egy ilyen vadállatot dobjon benne. Hát meglátjuk, hogy játszik ezzel a brutál csapattal. Hát biztos, hogy volt lóvé SBC-re. Hopp, ne, már rögtön 11-esre kezdünk. Cseréljünk rögtön 11-es előtt, vagy majd 11-es után. Jó. Na hát, ez egy nagy lehetőség most itt, nem? Beállítsak neked valami embert? Kivel lövegy? Aha. Na nézzük, Alexandrini áll a labda mögé. És ott az első. Szép volt. Beállítsam? Ja, kilépett most az ellenfél. Na, akkor változtatunk a csapaton. Felállást is ugye, meg játékosokban is. Bejön Lozano, illetve bejön Thiago. És akkor gyorsan beállítjuk a player instructioneket. Mehet 1-0-ról a mérkőzés tovább. Nem tudom, talán középsővel jobban menne, nem? Úgy, nem? Akkor a gyűrűssel szerintem. Na nézzük, Musza hátraadja Pogba, Valencia jobb szélen. Középpassz, De Piero. Az a baj, hogy van két legendáját, tudod, azokat meg el fogják engedni a védőink, nem? Lozano. Nagyon nehéz meccsre számítok amúgy. Ja, jó lenne megnyerni tényleg. Neymar. Á, és akkor Valencia. Aha, nem kellett volna visszahúzni, csak simán vinni lefelé. Muszával trükközni akart a középpályán? Hopp. Hát tovább azt mondja a bíró, úgyhogy mehet tovább. Elveszítjük a labdát. Jó szerelés. Neymar hátra, Vidal.
Rui Costa, Neymar, indul Lozano, kapja is. Neymar. Kisodorodtunk a Barcia, most megyünk visszafelé. Pogba még összeszedi a labdát. Thiago, Vidal, Pogba. Ez is jó, még Lozano rá kell verni. Lepasszoltak volna Pogba. Kis passz, Lozano. Costa, Lozano. Osta már a második. Szép volt. Az elmúlt mindig lehet bízni, nem? Az mindig belül mindent van, ez egy ilyen állat. Tök kilátástalan a helyzet, ellövi a védő és a kapus között, és a kapufa is segít. 2-0. De az semmit nem jelent még döntőbe. Tehát. Rui Costa. Neymar. Megy a passz Lozano. Jó felé toltuk meg. Nem kellett volna visszahúzni megint. Mi? Mindig azt hiszed, hogy lekövetnek téged, nem követnek le. Így is jó, Lozano. Ó, nem ment át. Na, átmegy. Kétszer nem ment át a passz. Vissza kellett volna adni a Lozanónak a sarokkal, mi? Goretzka. Az új Goretzka, az a 85-ös, ez a pattugló, és ez a nagyon nagy állat lehet amúgy. Főleg, hogy esetleg még kap informat a jövőbe, akkor egy brutális középpályás lesz belőle. Na nézzük, hogy mit választ valami... Ilyen elfutós variációt, hogy rálövi onnan. Nem, bepasszolja. Tovább passz, az gól lesz bennek. Nem, kihagyta. Aha, ez egy ilyen bepasszolós variáció volt. Kurva nagy mákunk volt, hogy szarul lőtt el, és... mellé fölé ment a labda. Marad a 2-0. Nézzük, Goretzka egy labdaszerzés. Van Basten, vissza fogja kapni, igen, gondoltam. Aztán jött Vidal nagymester, megállítja. Rui Costa, a másik irányba kellett volna. Meleg szituáció. Nézzük ki a kirúgás, Lozano. Rossz helyre fejeli vissza. Egy érintről próbál játszani az ellenfél. Na, kezdődik a handicap, vagy mi a fasz? Jó van Bailey. Jó van, a Bailey hagyj menjen vissza a védelembe. Neymar, kiteszi balra. Alaba. Rui Costa, még tovább. Pogba, jó csak kéne most, nem így is jó. Miért nem adtad vissza? Vissza akartad? Volt volna a háromszög. Vissza? Nem így is jó. Kijön a kapus! Neymar mekkora gólt lőtt, nem? Lebeverte, bazd. Szép volt. Neymarban is lehet mindig bízni. De amúgy én tökről örülök, hogy a Neymart így megvettük még egy pár hónap ezelőtt, mert kurva jó. Csatárban is, balszére is. Na, 3-0. Mert a támadás Alaba, Rui Costa visszafej Pogba, Lozano, visszapattan hozzá. Most már ideges az ellenfél, csúszkálás egy kicsit. Rui Costa, Lozano kiindítja ott Neymart. Jön a beadás, Rui Costa mit hagyott ki. Én is benne láttam. Jó, Neymar, elszáll egy védő. Jó a passz, Lozano még tovább, Pogba, kicsibe mellé. Walker, bal szélen már. Visszafelé passzol, Kanté. Indul a bal szélnál és a Van Basten, Bailey letarolja, de a labdával szabályos volt. Lozano. Del Piero. Visszateszi. Valencia. Elég hosszúnak tűnik ez a meccs, azt még csak a 36. percre járunk, nem? Van Basten. Most már rájött, hogy a Bailey-vel szembe Van Basten, tudod, nem nagyon veszi fel a versenyt, ezt inkább hátrafelé passzol. Van Basten egy passz, muszva. Van Basten visszakapja, a három védő összezár, úgyhogy sikerült szerelni. Elakadt a lövés, és más indul az ellentámadás, Lozano. Van Dijk.
kétszer is visszazárt. Pogba, Lozano, Costa, Neymar. Ez is jó még. És elakadt a lövés Valenciába. Thiago akart a kapura küldeni, de nem jött össze. Musának nagyon szar volt a passz a középre. Rui Costa, Lozano, vissza kell adni Lozanónak. Vissza is kapja, fejeljük rá! Oh, be akartad adni? Még onnan? Inkább fejelted volna át kapuba. De tényleg mekkora helyzet már adni megint, mi? Azt hittem, ezt már simán ráfejel a kapura, Szoszi. Szerintem 4-0 ki is lépett volna. Vidal, Pogba. Na, újra próbálkoztatunk Neymar. Vissza. Nincsen ki üresben, Vidal, Neymar. Pogba, kiteszi, Vidal. Csavarunk? Csavarunk, de gyenge volt. Messze is voltunk, Ederzonnak ez nem volt túl nagy. Nem volt túl megjelöltet ezt kivédeni. És akkor fél idő, 3-0. Két lövése volt ellenfelünknek, ebből egy talált el a kaput. Ez a 3-0 egy egész jó fél idei eredmény, nem? Jó lenne most elkerülni a Kikovicsot, hogy ne kapjunk rögtön gólt. Goretzka trükkösen hátra passzol, Walker, Virgil van Dijk, Kanté a labda útja, aztán Goretzka vissza. Középpassz már nem jó Pogba. Indul Lozano, egy védő beszoptatva, igen, egy védő beszoptatva. Á, de szar paszt adott. Pogba. Valencia, ugye a két Manchester United-es játszik össze, aztán Valencia eléggé meghúztott a szélen, Musza. Kis passz, Del Piero, most kell vigyázni. Volt egy kisebb szabálytalanság, de a bíró tovább ott intett, úgyhogy mehet a játék, Walker. De a játék most rendesen lemaradt. Goretzka nagyon nagy gólt akart lőni. Jó ki volt játszva, egyébként jó ki játszott a helyzetet, csak túl nagy gólt akart lőni, úgyhogy... most megúsztuk a pufa. Kante kap egy... sárga lapot. Állunk is van ott a védelemben, sárga lapos mi. Costa, szép. Thiago, visszaadjuk Thiagónak, hát ez nagy gólhelyzet. Még tovább. És megpattantott egy becsúszó védőn, úgyhogy kimarad ez a helyzet, marad a 3-0, nézzük a kiszögletet, Neymar. Ez is jó, még de elpattan Lozanótól, meg viszont visszapattan. Ederson csak fejjel merte tisztázni a helyzetet. Á, és akkor ezt is lefújja a bíró, na mindegy. Walker. Nem lesz. Lozano, nagy labda. Nem volt jó középreadás. Vidal, Thiago, visszaadjuk, visszaadjuk. Thiago, elsőről nem sikerült lőni. Szerintem úgy kicsit akadályoztak is minket a lövésben, úgyhogy nézzük Van Basten. Musza Dembélé. Ez nem is a Musza Dembélé. Zahmed Musza mi? Visszaadja, nem? Boateng, nagyon szépen szerelt. Középpassz, Neymar. Rui Costa. Pogba. Megint elszáll egy védő. Lozano most lesen volt, hogy sem lehet neki adni. Pogba meghúzza, leviszi ide sarokba. Jön a beadás, Lozano. Átveszi. Aha, tudom. Ah, nem sikerült lőni. Marad a 3-0, 64. percben. Azzal ne szabálytalanak, hogy a Boatengel nehogy kiállítsák. Jó a labdaszerzés. Ugye ez Boateng sárgás. Na, Van Basten. Egy lövés, és persze, hogy bemegy onnan Van Basten lövésre. Aztán olyan, hogy nem tudta kivédeni. Ott már meg 80 méterről lőtt rá, nem? Na hát így viszont egy kicsit már nettesebb az eredmény, 3-1, lőnünk kell egy gólt, én azt gondolom. Különben ki fog egyenlíteni. Na jó, nem, de tényleg nettes így ez. Lozano, Costa, és hosszú volt, de tényleg. Jó labdaszerzés Lozano, Neymar, 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 Rui Costa még tovább.
Így Lozano eltölte a labdát. Az a 3-1. De lassan a 70. percben járunk már. Sőt, ugye túl is lépünk a 70. percen, úgyhogy... most már kicsit játszhatunk majd az idővel is. Hopp, ez egy nagyon jó passz, Lozano! Mellé. Mellett a time management. Ugye, hogy kicsit húzzuk az időt. Szép, Thiago. Neymar. Játszik össze Costával, Neymar. Átmegy a labda Costa, ott a gól helyzet. Én is benne láttam amúgy. Bukam, hogy ez mellé ment. 4 lövése van már az ellenfelünknek, nekünk 10. Legalábbis statisztika szerint, ugye ebben nincsenek benne a kapufák. Goretzka. Hát tudtam, hogy jó lesz a Walkernek, ez is jó lesz ott valamelyik. Igen, Fambasztán valamelyik ikonnak, Fambasztán. Középpassz. Del Piero. Visszafelé fog... Aha, visszafelé. Jó van. Gyere, Neuer! Jó van. Na. Ellenfelünk le akarja startolni, lehet, hogy be akarnék hozni valami cserei pont, vagy nem tudom, vigyázzon, visszanyitja, szép volt, a becsúszó nagyon kellett, mert mi voltunk a szabálytalanok? Nagyon érdekes. Na, még ne hozz be senkit. Kit akartunk amúgy behozni? Mort. Ja. Szerintem még ne. Ja. Akkor nem voltunk a szabálytalanok. Okocsa jött be, látod? Lehet, hogy az... Valószínűleg Prime Okocsa, de nem biztos, hogy tudod rendes. Lehet, hogy Loan azért hozza csak be egy cserébe, hogyha nagyon szarul el tudod. Lozano. Távoli, ott is van. Ezt mondom, a Lozano belül minden onnan. Én látok a Lozanoval játszani. Ezért még kipróbáljuk majd azért a Piotem szalát, megcsinálom Loamba. Rendesben nem csináljuk, mert túl drága. Szerintem az egy brutál kártya lehet egyébként, megnéztem a statjait. Az olyan lett, mint tudod, tavaly a Son. Biztos nem akarod megcsinálni? Jó, oké, nem. És most nyitunk egy ikont az MM-ből és leadjuk. Ami szar ikont. És ha még egy új ikosztat nyitnánk ki, akkor nem adnád el? Na látod. Ja, igaz, de... majd meglátjuk, hogy mennyit fogunk a izén. A két Liga SBC-n a hétvégén, aztán attól függően. Hogy megcsináljuk el. De az a baj, hogy már nincsen olcsó izé, tudod? Inform vagy speciális szalá. Lozano! Jó vette, hát még egy Neymar lövés. Itt a végén Ederson véd. Jöhet a szöglet. Szokás a szöglet variáció. Thiago beadja Lozano. Még egy szögi. Stát a hosszúra. Így Ederson újhegyjel belepiszkál még. És nem is megy ki a labda, tehát Valencia indított valakit középpályán. Ez a nagy darab disznó, Goretzka. A kocsán eddig még labdába se ért. Áldás volt. Annyira helyezkedett. Hopp, és ellenfelünk kilépett. Eddig bírta. Tudod, megnyomta az izét. Home gombot, és egyből kidobta a gép. Na, srácok, akkor most nem lesz ilyen győzelmi ceremónia, meg ott ünneplés, meg semmi, hanem egyszerűen csak megkapjuk ezt a Lukakut, ugye, amiért küzdöttünk, meg az 1000 coint. Meg hát indulhatunk a Weekend Ligával, ahol úgyse fogunk indulni. Mert amiben úgyse indulunk, mert nem érdekel minket a Weekend Liga. Volt valami jó cseréje? Sanyé, Tolisso, Krisztián, volt Krisztián, hogy látod, Harry Kane, az biztos, hogy POTM volt. 2010-es volt, akkor 7-8 éve nyomja a FIFA-t a csávó. Kemény. Offside. Na, és akkor itt ez a Lukaku Pattuglóris kártya. 4 csillag, 3 csillag. 86-os strength, ez nagyon jó. Hát a kapi informot akkor nagyon fasz a kis kártya lesz belőle, így se jár rossz, de azért az 72-es def az nem egy túl meggyőző. A kapi informot akkor nagyon fasz a kártya lesz belőle, nem? Na srácok, ennyi lett volna a következő része a déli knockout sorozatunknak. Alex nyomta a délit. Simbetett ujjal is simán nyert mi. Minden egy meccset lezúzta, úgyhogy tényleg nagy gratula neki, hogy így is, hogy a bal kezén az egyik új törött, és nyert. Ha tetszett, akkor dob rá egy lájkot,
Csipi voltam, Alex játszott. Találkozunk a déli knockout sorozattal hamarosan, hiszen meg akarjuk nyerni majd azt a vellát is mi. Szevasztok!